Jó estét kívánok! Üdvözlök mindenkit a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban. Folytatjuk a Hasid történeteket, ahogy minden kedden este szoktunk. Ezen a héten ez lesz az utolsó előadás, mert holnap este ünnep, Smini Atzeret, aztán Simchat Tóra, amikor táncolunk a Tórával, így, hogy ma este ez az utolsó adás ezen a héten itt a Facebookon. Utána holnap estétől tánc a zsinagógában, stb. No, első történt. Először elmondom egy nagyon-nagyon szép történt, amit elmondtam a Szukot első estén a vasvári sátorban. Magyarország mellett, Nagy Magyarországról beszélek, van egy város, aminek az a neve Neuszanz, és ott élt a Zanzi Rebbe, Reb Chaim Halberstam. Az évek során egy társa jött Budára gyógyfürdőre. És a történet úgy szól, hogy egyszer jött hozzá egy tisre. Mi az a tis? Szó szerint a tis más nem jelent, mint asztal. Amikor azt mondjuk ezt a szót a tis, egy haszid mester kapcsán, ez azt jelenti, hogy Lubavicson kívül a haszid rebéknek az volt a szokásuk, hogy péntek este, szombaton, délben, valamikor még a hétköznapon is, a saját étkezésük, a szombati étkezésük, az ünnepi étkezésük, az a zsinagógában történik, haszidok is jelen vannak, együtt énekelnek, a Rebbe mond kis dvártajra az ünnep kapcsán, és az étel maradékából az emberek is kapnak. És a haszidok úgy tartanak, egy nagyon különleges dolog enni, a siráimból, siráim azt jelenti a maradék, amit a Rebbe hagyott. Akkor a Rebbe, mikor volt itt a Rebbe Budán, többször volt, 1858-ban nyáron, akkor biztos, hogy itt volt, van egy dokumentuma, amit itt írt a budai fürdőben. De nem biztos, ez a történet akar történet, mert egy pár évvel korábban, pár évvel később, amikor szintén ide járt. A Rebbe tartotta a tist, valamilyen étkezés, és egy pár budai vagy pesti zsidó nem voltak nagyon vallásosak, pontosabban nem voltak vallásosak, de mégis eljöttek a tisre. Kíváncsiságból, vagy gúnalodás, az nem derül ki a történetből, de mindenképpen jelen voltak. És amikor a Rebbe mindenkinek adott a siráimból egy kis kostolnivaló, akkor nekik is adott. Az egyik
Az egyik, aki jelen volt, az volt a neve Deutsch Mózes, vagy Moise. Ez a Moise hazament, és innentől kezdve nagyon beteg volt. Egyszer csak nem volt képes ételt megtartani. Akármit evett, rögtön kihányta. Jó, amikor első napon történt, azt hittek, hogy valami vírus el fog múlni, második nap, harmadik nap, negyedik nap, és egyre jobban gyengül, mert nem eszik. Jöttek az orvosok, és nagy orvosok, semmit nem tudtak segíteni neki, nem tudtak, mi a probléma. És így visszagondolták, és azt mondták, hogy ez akkor történt, amikor visszajött a Rebbétől, ezek szerint ez valahogy a Rebbehez kapcsolódik. Elment a Rebbehez, és azt mondta a Rebbehez, hogy a Rebbenek azt mondta, hogy Rebbe, én itt voltam egy tisen, és akar megbetegedtem. Tegyen valamit. Azt mondja a Rebbe neki, mi a betegséged? Azt mondja, nem vagyok képes semmiféle ételt megtartani, mindent kihányat. Azt mondja a Rebbe, nem vagy beteg. És kéri, hogy készítsenek egy egész étkezés ennek a Deutsch úrnak, leül, megette, mint a semmi nem történt volna. Azt mondja a Rebbe neki, tessék, mondtam neked, nem vagy beteg, be is bizonyítottam. Csak mondom, mi történt. Attól a perctől kezdve, hogy te ettél abból az ételből, amit én hagytam, ez hatat rád. A tested nem képes enni nem kósert. Ez egy nálad otthon, tényleg nem vagy képes semmit enni, mert nálad sajnos nem kóser. Itt kóser, ahol tudtál enni. Wow! Az illető nem hitt el, hazament, kicserélte a konyháját, kóser lett, minden teljes, húsas, és rendesen tudott enni. Ezek után teljesen megtért, vallásos lett, haszid lett, utazott Cáncban, a tartaszkodott, cánci haszid lett. Hihetetlen történt. Nézzük tovább. Egyszer volt a híres lubavicsi rabbi és haszid Reb Eisel, eljött Csernigovban jött, és ott tartaszkodott egyik gazdag zsidónál, Feigin volt a neve. És volt egy nagy étkezés ott, és a Rebbe is részt vett. A Rebbe mellett ült a Feiginnak a fia, és amikor befejeztek a halat, akkor Eisel kért egy kis vizet, mert a halacha szerint nem szabad enni együtt hal és húst. Halacha szerint ez nem egészséges. És a kettő között kell vagy kenyeret enni, vagy egy kis vizet inni. Mások egy kis pálinkát, egy kis alkoholt isznak. És akkor a Rebbe kért egy kis vizet. Erre kérdezi a Feigénnak a fia, a rabbi úr, és mi lenne, ha nem fogsz inni egy kis vizet? Erre azt mondja neki Rebbe Eisel, ha nem fogok inni, akkor a végén még lehet, ez vezethet a kitéréshez. És a végén ez a fiú tényleg kitért a zsidóságban. Erre azt mondta Rebbe Eisel, tessék, az egész dolog egy kis a kitérés, ami befejeződik, egy folyamat, aminek a vége a kitérés, az is egy kis lépéssel kezdődik. Az ember eldönti, hiába írva van a Shulchan Aruchban, hogy nem szabad enni húst a hal után, ő nem figyel erre. Ez vezet a végén még kitérésre is. Ugyanezzel a Rebbe Eisellel történt, hogy volt, ugye Magyarországon híres, hogy Zájén Ádár hó
hetedikén, Ádár hó hetedikén van a Hevra, Hevra Kadisa, a Hevranak a bőt napja, és utána van a halvacsora. Ott, ahol Hamilban, ahol Reb Eizel volt a rabbi, Lakba Omerkor szokott lenni ez a vacsora. És mindig meghívtak Reb Eizelt is. És Reb Eizel el is szokott jönni. Igaz, ő nem volt tagja a Hevra Kedisának, a Hevrának, de mégis hát ő a városnak a rabja. De egyszer az volt, hogy azt mondta, jövök, azt mondta, nem megyek be a vacsorához és a Farbrengen, ez először szeretnék elmenni, körülnézni egy kicsit a temetőben. Jó, akkor megyünk a temetőbe, és akkor vele járt a Jákob. Jákob volt, aki temette halottakat. Azt mondta, Jákob, gyere velem. És mentek, vele együtt mentek mások is, a Hebránnak a tagjai, és körülnéztek az új sírakat. És az új sírakat megnéztek. Egyszer csak megállt Eizel, és rámutatott. Azt mondta, Jákob, mondd, mit írtál itt ezen a síron? Hát sajnos fent az égben úgy veszik, hogy ami írva van, az igaz. Igaz lenne, de pedig nem igaz. Azt mondja, kérem, hozzá egy fészét, vagy kalapácsot, fészét, kérem. Az a pár sor, az, ami le van írva, az, ami nem igaz, kérem, azt ki kell vágni, vagy kiradírozni. Mert ez egyébként ez írva van, hogy nagy, ugye van egy nagy különbség egy sírkőnek a leírása, amit hagyományosan héberül van írva, mint ami magyarul. Magyarul szoktak írni név, dátum, és még írni, jaj, drága fér, drága feleség, vagy ilyesmi. A hagyományosan szoktak írni az emberről, milyen fajta ember volt, és pár sorban megdicsérni az illetőt. És erre az van írva, fent az égben előveszik a sírkőnek a szövegét, és felolvastatják az elhunytal. Itt az van írva, maga sokat tanult, ez igaz. Maga az van írva, maga minden nap ott volt a zsinagógában reggel este, ez igaz. És ha valami nem igaz, van tessék, az emberek rólad azt mondanak, hogy ez is ez volt, ezek szerint képes voltál, akkor miért nem csináltak. Az nagyon-nagyon káros a léleknek, ha írnak róla valamit, ami nem igaz. És erre azt mondta, kérem ezt eltüntetni innen. Mikor azt megcsinálta, azt mondta, no, most, hogy segítettünk az elhunnak, egy léleknek, most mehetünk a vacsorához, a Farbrengenhez. Egyszer ez a Reb Eizel ült egy Farbrengennél haszidakon. És rátámasztotta a kezét a karján, és nagyon ilyen elmélyült volt. És a végén fellérébed, és azt mondta, a Rebbe, itt pedig a Cemach Cedik, a harmadik Lubavitchi Rebbéről szól, neki van Ruach HaKodes. Ruach HaKodes az nem profécia, de ez egy szinten lejjebb, de közelíti meg a proféciát. Erre kérdezi az egyik jelenlévő, Berl volt a neve. Aha! Ha a rabbi úr azt mondja, hogy a rebbének van Ruach HaKodes, és ezek szerint a rabbi úr is, és ez a szinthez kapcsolódik. Erre azt mondta Reb Eizel, figyelj, nagyon sajnálom, bár lennék azon a szinten, sajnos nem vagyok, de hiába nem vagyok azon a szinten, értek ahhoz. Azért van egy érzéke, mert én tudok mondani, kinek van Ruach HaKodesja, és kinek nem.
egyszer jött valaki, jött Lubavicsban, egyszer jött Lubavicsba egy, ugye volt ott egy piacnak, és egy nagyon tanult zsidó, nem volt hászid, eljött Lubavicsba. És ha már van a városban, azt mondta, bemegyek a rebéhez, hallom, hogy a rebe mond egy mámárt, egy mély hászid diszkurzus, akkor most szeretném hallani. Jó, a szemetet befejezte a mondani valóját, erre azt mondta, a Talmud azt mondja, dvarim a jöjtszim min a lév, nik nasszim min a lév. Olyan dolog, ami a szívből jön ki, szerint az ember igazán szívből jön, akkor a szívbe megy be. Mivel nem ment be a szívemben, nem ment be a szívembe, ezek szerint nem jött ki. Szóval ez csak mondta, ez nem szívből jött ez a szöveg. Erre azt mondja a Tzemach Tzedek, nem, elképzelhető, hogy én szívből mondtam, csak neki hiányzik a szíve, és ezért nem tud a szívébe belemenni, és erre utalt arra, a Salamon király azt mondja, Noyev isa chasarlev. Aki vétkezik egy idegen nővel, olyan, mintha nem lenne szíve. És akkor erre utalt, azt mondja, lehet, hogy neki nincs szíve, vannak olyanok, akinek nincs szívük. Ez teli találat volt az ember szívében, és már ott maradt, és hászid lett, és akkor a Tzemach Tzedeknek a szavaiba már kezdtek belemenni a szívébe. Egy további történet Reb Eizelről, hogy egyszer Reb Eizel és más hászidok utaztak a rebéhez. Itt még beszélünk az első Lubavicsi rebéről, az Alta rebéről, a Schneer Zalmáról. És az volt, hogy felbéreltek egy kocsist, lóval, kocsival, és utaztak. A probléma az volt, hogy ez a kocsis zsidó volt, de nagyon-nagyon egyszerű zsidó. Például megmaradt egy mondás, amit mondott, azt mondja, rájöttem, hogy minél gyorsabban járnak a lovak, annál gyorsabban forog a kereke a kocsinak. Ilyen mondásai voltak. De mindenki csodálta, hogy visszafele egy teljesen más ember volt ez a kocsis, és teljesen ilyen igazi istenfélelem körülvette őt. És megkérdeztek, hogy mi történt. Azt mondta, én hallottam, hogy a Rebbe azt mondta, gewalt, 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 ez olyan, mint ajajaj, gewalt. És megérintette ezt, hogy gewalt, ugye össze kell szedni magamat. És mindenki nézett egymásra, mert jelen voltak, a Rebbe nem mondott gewalt, gewalt. Erre rájöttek, hogy a Tzemach Tzedek idézte a Sira Sirimból, az énekek énekéből, Ketapuach beacei hajár, mint egy alma az erdőfáján. Jiddisül, wild apple. Wild apple. Az ő via wild apple. Wild apple, ő úgy értette, gewald. Jajajaj, gewald, és ez megérintette őt, és teljesen megváltozott. A Rebbenek volt olyan hihetetlen ereje, hogy valamikor egy szóval meg tudta változtatni az embert. Olyan lelkesíteni és felébreszteni a lelkét, egy szóval meg tudod változni. És erre ő, a Rebbe azt mondta, a wild apple, ő úgy értette, gewald, és az már megérintette a szívét. Aztán van egy hosszú történet,
Minszk környéken van egy település, aminek az a neve, Chomec, vagy Chémac. És oda jött Sábeszra egy hászid, egy alterebenek, egy hászid, Jereb Zalman Zezmer. És ott volt Chomecben, Chémecben volt egy fiatal emberek, az volt a neve, Reb Hillel. Később egy híres hászid volt, a Párizsi Rabbi Hillel, mi is beszéltünk róla sokat, de akkor még nem volt hászid. Reb Zalman Zezmer odajött, és ő tanított, és tanított Reb Hillelt is, még a barátját, úgy, hogy Reb Hillel teljesen megváltozott, hogy ő szeretne a Lubavitchi Rebbehez utazni és tőle tanulni haszidizmust. Igen ám, Reb Hillel elmondta a feleségének, szeretne utazni Lubavitchba. A felesége nem rossz szándék, hanem csak úgy a híreket mesélt, mondta az apjának, hogy szeretne, a férje szeretne menni Lubavitchba. De az após, Reb Hillelnek az apósának ez nem tetszett, mert ő egy csernobili haszid volt. Erre gyorsan bemószerolta, feljelentette idézőjelbe Reb Hillelt, a vét a csernobili rebbének. Erre azt mondta a csernobili rebbe, Rabbi Mordechai, hogy kérem, szóljál a vejednek, hogy jöjjen haza. Jó. Megkérdezte Reb Mordechai, csernobili Rabbi Mordechai, Reb Hillelt, tényleg, de szeretné utazni Lubavitchba? Azt mondja, igen. Ég bennem az akarat is, a vágy a Chabad haszidizmus felé. Erre azt mondja neki a csernobili rabbi Mordechai, hogy így is szoktak mondani, erre Matele. Figyelj, az apádnak a lelke az az én apámhoz tartozott. A te lelked hozzám tartozott. Ha te elmész tőlem, ez olyan, mint egy gyümölcsöt, amit letépik a fájától, nem fog tudni tovább tápláléket kapni. És akkor képes vagy, akár elsősorban spirituális, nem fog kapni tápláléket, és még fizikailag is képes, hogy ennek lesz fizikai hatása, az ott fogsz feküdni a földön, és meg fogsz halni. Feküdni a földön, vagyis mint azt mondtam, hogy képes vagy meghalni. Erre azt mondta, hogy Hila, engem nem érdekel, én szeretnék tanulni haszidizmust. Igen, de a Rebbe szólt előbb Hillel apósának, figyeljetek, ne engedjetek őt utazni Lubavitchba, mert ez nem fog tenni neki jót. De Rebbe Hillel elhatározta, hogy akármi lesz, ő indulni fog, és ő korán, nagyon korán reggel szokott elindulni otthonról, elmenni a zsinagógába, a tanházba, tanulni, imádkozni, tanítani, és csak később a délelőtt folyamán haza szokott jönni. És ezt nem számítottak, hogy ilyen korán reggel még a sötétben el fog inni, és elindult korán reggel, és kezdett menni, menni, menni. Na, a végén az történt, hogy elment egy másik, a következő településre, és ott kért a helyi zsidókat, hogy támogassák őt, és akkor felbéreltett kocsis, hogy induljanak, és azt mondta a kocsisnak állandóan, menj gyorsabban, gyorsabban, mert félt, hogy talán üldözik őt. És az történt, hogy egyszer csak olyan gyorsan ment, hogy tényleg a kocsi, szóval egy ilyen kis baleset történt, és a kocsi megfordult, Reb Hillel kiesett, és tényleg a földön feküdt. Igen ám, de utána összeszedték magukat, és mentek tovább. No, a vége megérkezik Reb Hillel Lubavitchba, ez már a Mittler Rebbéhez érkezett, Rabbi Dovberhez, a
Alter Rebbe, Rabbi Shneur Zalmannak a fia. És erre első dolog egy kis szójátéggel fogadta. Van az a talmudi történet, hogy egyszer az egyik talmudi bölcs, azt hiszem, hogy Haninában Dajszának a lánya egyszer meggyújtotta a gyertyát, és olaj helyett vizet tett be. És ahogy jött az apjához, azt mondja, figyelj, ma este, péntek este gyertyát gyújtottam, de hát sötét lesz a házban, mert véletlenül vizet raktam, és nem olajat. Erre azt mondta az apja, Haninában Dajsze, először mondom magyarul, és utána héberül, aki azt mondta az olajnak, hogy égjen, ő azt fogja mondani az olajnak, vagy az ecetnek, hogy égjen, ő azt fogja mondani a víznek, és hogy égjen. És tényleg úgy égett azon a péntek este a gyertya a vízzel, mint ha olaj lenne. Héberül az olaj, vagy az ecet, az homec. Én azt mondta, no, az Isten azt mondja homecnek, és akkor itt most homec az utalás, a település, hogy az is égjen, vagyis Röb Hillelből legyen egy nagy fény. Jó? Azt mondja Röb Hillel a Rebének, félek, Röb Mardahe azt mondta, hogy akár elszakadom a forrásomtól, és ott fogok feküdni a földön, azt mondja, lehet feküdni a földön, és ne felállni, és tovább benne. Egyébként már feküdt el a földön. Nem kell ezt komolyan venni, és tényleg Hillel ott maradt már Lubavicsban, és egyik leghíresebb és legnagyobb Lubavicsi haszid lett belőle. Vannak az ő írásaiból, a haszidizmusból több kötet van, ami már megjelent, és további kötetek vannak, ami még meg fognak jelenni, szóval nagyon-nagyon különleges lett, de ehhez az életet kockáztatta, ahhoz, hogy tudjon haszidizmust tanulni. Az Alter Rebbének, Rabbi Shneur Zalmannak volt egy haszidja Vilnában, nagyon-nagyon gazdag volt, tehát egyetlen fia volt, aki nem úgy viselkedett vallásban és mindenben, ahogy kellett. És az apja tudta, hogy ugye ő lesz az örökös, de rövid idő alatt nem fog maradni a pénzből semmi, pedig nagy vagyon volt. Miért? Mert ilyen lesz a fia csak el fogja pazarolni mindenféle élvezetekre. És erre a halála előtt azt mondta, figyelj, Liazniban van egy barátom, Reb Shneur Zalman a neve, ha bajba vagy, menj csak Reb Shneur Zalman, ő segíteni fog neked. A fiú nem tudott ki az Liazniban, és tudta az apjának van egy barátja, Liazniban Reb Shneur Zalman. És tényleg, rövid idő alatt nem maradt a pénzéből semmit, szegény emberként indul Liazniban az apja barátjához, Reb Shneur Zalmanhoz, megérkezik, látja, ez nem az apjának a barátja, az apjának a mestere, a Rebbe. Jó, erre bejön az Alter Rebbéhez, erre azt mondja az Alter Rebbe, ugye ő azt hitte, hogy egy gazdag emberről van szó, aki fogja őt támogatni pénzzel, a végén a Rebbehez érkezett. No, eljön a Rebbe, azt mondja neki, a Rebbe, tudod, ami írva van, hogy minden embernek van két lelke, van az isteni lelke, és utána az állati ösztöne, azt mondja a fia, ezt ki mondta? Erre azt mondta a Szent Lúria rabja, Kabbalának az atya, neki volt a tanítvány, Reb Chaim Vital, ő írja a könyvében, Sáréki dusában. És a fiú megint, ki mondta ezt? Az általában még egyszer mondta. Harmadszor azt mondja, ki mondta, Alterebben rá kiabált. Azt mondja, ki ellen beszélsz te? Ki mondta, ez neked nem elég jó forrás? És a fiú annyira megijedt, az Alterebben rá kiabált, hogy egyszer csak elájult. És egy elég hosszú időn keresztül ilyen
nem ébredt fel. De amikor felébredt, akkor a másik emberként ébredt fel, és visszajött az Alter Rebbe, hogy azt mondja, Rebbe, segíts nekem, taníts meg, hogyan kell viselkedni, hogyan kell Isten szolgálni, és az Alter Rebbe megtanította, és teljesen megtért, és nagy hászid lett belőle. Egyszer jött Izraelből egy híres lubavicsi hászid, a nevére nem emlékszem, a könyvnek a neve az Ahalei Yosef, Reb Hananya, Ahalei Yosef, várjátok egy másodperc, ezért teremtette az Isten az internet, a Halei Jaiszép. Nincs a Halei Jaiszép. Na, hát túl... nem hiszem el, hogy nincs. De akkor várjál, keresek még egy helyen. Itt már biztos kellett legyen. Hogy rosszul van írva. Hogy helyen jöjjön? Igen. Éli, megvan. Oly halléjai szép, megvan. Rivlin, Eliyahu Yosef Rivlin. Na, megtaláltam. Mégis jó az az internet. Oly halléjai szép, Eliyahu Yosef Rivlin. Egy nagyon híres haszid rabbi is volt, és egyszer már meséltem az ő történet, beteg volt, az Alter Rebbe küldte őt Izraelbe, hogy ott meg fog gyógyulni, és tényleg meggyógyult, és egyszer jött mégis valami küldetésből, valami eljött vissza Oroszországba, és a megérkezett Kremencsukban, és akkor megtudta, hogy egyszer már Cedek most nem fogad senkit, mert akkor volt egy ilyen, feljelentették a Cemach Cedeket valami ügyből kifolyólag, és nagy nyomozás folyt utána, és erre Cemach Cedek nem akarta, hogy jöjjenek haza. Erre mit tett a Rivlin rabbi? Eljött Reb Eizelhez, Reb Eizel adjon egy levelet a Cemach Cedeknek, hogy mivel ő olyan messziről jött, hogy fogadjon őt. És erre Reb Eizel nagyon-nagyon elutasította. Azt mondta, minket úgy nevelték, hogy mindent, amit a Rebbe mond, azt teljesítsük, akármilyen nehéz lesz. De az, hogy mi próbáljunk a Rebbenek a véleményét is megváltoztatni, az szó sem lehet róla. És a Rebbe nem akar fogadni most embereket, akkor ne próbáljunk erőltetni ezt a Rebbén, hogy mégis fogadjon. Egy másik lubavicsi haszid volt, és úgy nevezték őt Pesach Malasztovker. Valószínűleg Malasztovka az valami telöpölésnek a neve, Malasztovker az olyan, mint Malasztovki Rabbi Pesach. És ő egyszer eljött Homilba. Jó, úton volt. És ott volt egy sokter, Lévi házában fogadták őt. És erre azt mondja Pészach Lévinek, Sakter vagy te mész, ugye vágni, munkába mész, vágóhídra mész, kérem szólj a feleségednek, hogy készítsen nekem sok teát, mert nekem ez kell. Jó? Lévi megbeszélte a feleségével, minden rendben van. Később, délután vagy este, amikor Lévi hazajött,
erre azt mondja neki a Pészak. És hol van a meleg teja, amiről beszéltünk? És mondta, hogy miről van szó? A feleségem adta neked, és te ittál. No, azt mondja, hogy Pészak, no, ha te mondod, hogy ittam, akkor ezek szerint ittam. Azt mondja, Pészak annyira benne volt az Isten szolgálatban, a tanulásban és az imában, hogy itta a teját, de nem emlékezett rá, mert nem arra koncentrált neki, csak az Isten szolgálat volt a fontos. És még egy utolsó történet, hogy a Cemach Cedeknek volt egy chászidja, az volt a neve, Rabbi Avraham Harodner. Vagy Avraham, azt ilyen becéztek, Avremke. Ő egy nagyon-nagyon tanult zsidó volt, halachában, talmudban, chaszidizmusban is, és nagyon-nagyon gazdag volt. Ő csizmákat gyártat. A probléma az volt, hogy tényleg jól ment neki, nagyon gazdag volt, de sajnos gyerekek. Gyerekei nem voltak, és mindig jött a Cemach Cedekhez, a Rebehez, és kérte, hogy a Rebe adja neki egy áldás, imádkozon érte, hogy végre már legyen neki gyereke. Tehát Cemach Cedek soha nem foglalkozott vele. Erre egyszer olyan meg volt keseredve a helyzettől, hogy ahogy visszajött a Rebe, úgy döntött, hogy megy a Rebe, azt mondja, meg vagy segíts, imádkozz érte, hogy legyen, de nem, akkor adjál a beleegyezéset abban, hogy váljak el a feleségemtől, és legyen más, hogy házasodjak valaki mással, mert kell a gyerek. Jó, és rögtön fogta magát, és visszament a Rebehez. Jó, írta, és akkor ilyenkor, mikor bemennek a Rebehez, akkor egy pannan, egy ilyen cetlin, kvitlin leírják a dolgokat, és ezt írta. Háj, azt kérdezi a Cemach Cedek tőle, mondd, mi a feleségednek a betegsége, miért nem lehet gyereke? Mert azt mondja, kumincie, gondolom ez oroszul, talmudi nyelve mi az a betegség? Azt mondja, a talmudi nyelve az a neve, hogy dorkatit. Dorkatit, ha jól tudom, ez azt jelenti, hogy van egy nő, akinek azt hiszem, hogy az úgy van az írva, mint a száraz lenne, vagyis havi vérzés lenne, de nincs vér. Hát akkor nem működik az egész rendszer. És azt mondja neki egyszer, hogy a Talmudban megnevezi ezt a betegséget, és mit gondolsz, hogy én meg tudom változtatni a természetet? De a Vremka nem akart elfogadni. Azt mondja, és ha a Rebbe tényleg nem tud segíteni, akkor kérem egy beleegyezéset, hogy váljak el. Azt mondja a Cemach Cedek, mond. Cemach Cedek gondolkodott egyet, és azt mondta, hol melyik traktátusban van ez megemlítve? Azt mondja, ő a Ketuba traktátusban és a Nida traktátusban. Azt mondja, menj el a másik szobában, hozzan nekem egy Talmud kötetet. Szeretném látni. A Vremke annyira össze volt kevert, kiment, és nézett a Talmudra, de nem volt képes azonosítani a traktátust. És ezért ott áll, és nem találja a Talmud kötet, és közben egyszer már Cedek a Rebbe vár rá haza. A végén a Rebbe fogta magát, látta, hogy ő nem találja, kiment, és megtalálta. Erre, és a Rebbe felolvassa. Úgy szól akar a Talmud, egyszer volt, valaki eljött Rebihez, vagyis Rebbe Júda a fejedelemhez, és azt mondta, Rebbe, fiatal házas vagyok, most először voltam a feleségemmel, de baj van, mert nem volt vér ezek szerint. Talán ő már hált valakivel korábban.
És erre azt mondja neki Reb Júda, azt mondja, nem, talán ő, a, ő olyan a dorkáti családból való, akinek nincs vérük. Ez nem jelenti, hogy az már hált valakivel. Ó, legyen a tied, ez a mecia, azt jelenti a jó dolog, legyen a tied. Azt mondja, hogy a Talmud szerint ez egy mecia, ez egy jó dolog, akkor én beleegyezek a vállásba. Erre azt mondja a Vremke, de nem értem, talán ez a második felesége volt, és már volt gyerek egy korábbi feleségtől. És ha az a neve ennek talán olyan családból való, ezek szerint van itt egy család, azt mondja, hogy mégis van gyerek. Ezek szerint kérem, hogy a Rebbe imádkozzon, legyen nekem gyerekem. Azt mondta a Czemach Czedek, nem. Az egyszerű leírásból úgy tűnik, de ez az első feleség volt, és mégis a Reb Júda azt mondta, hogy ez egy jó dolog, akkor ne legyen válasz. Jó, kiment a Czemach Czedek, de ott teljesen oda volt, most még jobban meg volt keseredve, és csalódva, hogy mi lesz itt. És bement a Czemach Czedeknek a fiához, Reb Zalmenhez. És sírt, és elmondta neki az egész történet. Azt mondta, legközelebb a mész a Rebbehez, az apámhoz, akkor én fogok írni neked apámt. És azt kérem, hogy annyi pénzt adjál a Rebbének cedókörök, ami a szám értéke a hirájon szónak. A hirájon szó azt jelenti, hogy terhesség. És akkor remélünk, hogy meg fog áldani téged. Jó, pár hét múlva megint visszajött Lubavitchba, Reb Zalman Rebbenek a fia megírta a pant, és tényleg annyi pénzt tett mellette, mint a terhesség szó héberül. Mondja neki a szemet, hogy miért jöttem még egyszer? Hát ilyen szép pán, ki írta neked meg ez a pán? Miről van szó? Azt mondja, és akkor a Vremke kezdett sírni, azt mondta, Rebe, nekem kell gyerekem, és nemed áldás, nekem kell egy ígéret a Rebétől. A végén azt mondja neki a Rebbe, figyel, hagyjál, és a pénz is arrébb rakta, csak az Isten tud neked segíteni. Erre de a Vremke ment a Reb Zalmanhoz, azt mondja, képzeled, csináltam, ahogy mondtál, és az apád elzárkozott. Azt mondta, gyere velem, és én be fogok menni az apámhoz, és kérni fogok érted. Reb Zalman bement a Rebbehez, és kijött, azt mondta, ne aggódj, lesz gyereked. A végén tényleg lett gyereke, majd ez még egy további hosszú történet, és akkor majd folytatjuk ezt a jövő héten. No, ma este a Sána Rába, holnap a Sána Rába, holnap 7 kört fogunk menni a Lulával, az ünnepi csokorról, holnap az utolsó nap, amikor lengetjük a Lulávat, reggel 8-kor kezdünk a Vasváriban, és utána este Smini Atzeret Simchat Tóra, az ima kezdődik 3:45, hogy van ez? Nem, fél 6, kezdődik a mincha, esti ima 6:10, fél 7-kor kezdődik a kidús és a tánc, mindenkit szeretettel várunk, minden zsidó férfi, aki ott lesz a zsinagógában, fog táncolni a Tórával. Mindenkit szeretettel várunk holnap este, szerdán este, ugyanúgy csütörtökön este. Péntek délelőtt minden zsidó férfi, akinek van zsidó neve, felhívunk a Tórához. Ugyanaz a Simcha Tórai tánc, szerdán este, csütörtökön este és csütörtökön délelőtt. Mindenkit szeretettel várunk, ugyanígy az imára, ünnepi étkezésekre, ünnepi a Tórai tánccal, úgy jantövet kívánok mindenkinek, köszönöm szépen, legközelebb találkozunk már csak vasárnap este. Sziasztok! Úgy jantövet!